kívül-belül megújul a szigeti öltözőépület. Már korábban beszámoltunk róla, hogy a LUA sikeres TAU pályázatot nyújtott be a felújításra, melynek köszönhetően önkormányzati támogatással együtt 150 millió forintból újulhat meg az ingatlan. A keddi nyílt napon a látványtervekkel is megismerkedhettek a résztvevők, akik között az önkormányzat, a tervezőiroda, az üzemeltető és az alapítvány képviselői is jelen voltak. Nagyon jó, régóta ismerem már a terveket, de apró módosítások, MLS előírásoknak megfelelően történtek, és reméljük, hogy ez az egész nem csak egy öltöző felújítás, hanem egy sportcentrumnak a létrehozása lesz. Az új ajtó is egészen biztosan halkabban csukódik majd be, de ez csak egy apróság lesz az újítások közül. A beruházás keretében az épület új külső szigetelést kap, megújul a tetőszerkezet, új nyílászárókat építenek be, valamint a belső tér is teljesen megváltozik. A jelenlegi épülethez képest több mint duplájával fog nőni a hasznos alapterületünk, majdnem 1000 négyzetméter lesz a teljes hasznos alapterület, és kialakításra kerülnek orvosi szoba, kondicionáló terem, rehabilitációs szoba, klubterem a gyerekek. A gyerekek tudnak tanulni, itt el tudják fogyasztani az ételt, melegítő helységek lesznek, már ételmelegítő helységek, tehát teljesen a korszerű előírásoknak megfelelő épület fog majd itt megszületni. Az új épületnek a tervek szerint nem csak a labdarúgók örülhetnek majd, hiszen más sportágak képviselői is használhatják az öltözőket és a kiszolgáló helységeket. A munkálatok várhatóan már az idén nyáron megkezdődnek, és mintegy 3 hónapot vesznek majd igénybe.